Sziasztok! Élette vagyok. Üdvözöllek titeket a csatornámon. Ebben a mai videóban elhoztam nektek a smink kollekciós és szelektálós sorozatom második epizódját, amelyben az arc előkészítésével, alapozásával és fixálással kapcsolatos termékeket, illetve a rúzsaimat fogjuk együtt átválogatni, és kiszelektáljuk azokat, amelyekre már nincs szükségem. Ha ez érdekelt titeket, akkor tartsatok velem! Mielőtt a mai részünk első fiókjába belevágni, kicsit szeretnék beszélni azokról a tároló elemekről, amiket én használok a sminktermékeim rendszerezésére. Én ezeket a szürke kis tárolókat a Curvernek a weboldaláról rendeltem, és bevallom őszintén, hogy kissé túlrendeltem magam, és van egy pár olyan tároló dobozkám, amiket nem használok, úgyhogy ezeket is fel fogom rakni az eladós Instámra, amit belinkelek majd a leírásban, hogyha valakit érdekelne. És akkor ott tudtok ezekből rendelni, hogyha nektek is ilyen tárolókra lenne szükségetek, hogy rendszerezettebbek legyenek a sminktermékeitek. És akkor most bele is vágnék a mai részünk első fiókjába, aminél az arcunk előkészítése, alapozása és fixálása lesz a fő szempont. Nos, megpróbálom úgy mutatni a dolgokat, hogy minden látszódjon, de itt a fiókomba kicsit hátrább is vannak termékek. Elsőként szeretném nektek a primereket megmutatni, de az lesz legjobb, hogyha ezeket ide kiveszem nektek. Látszik, hogy ritkán használok primereket, mert ide nagyon hátra vannak száműzve. Három primerem van, és ebből a háromból egyetlen egy lesz az, amit meg fogok tartani. Hajszál, méghozzá a Colourpop-nak a Mattító No Filter primerét, mert az én zsíros arcbőrömnek ez az egyetlen egy olyan primer, ami tényleg használ és tényleg működik, úgyhogy őt meg fogom tartani. Vissza is rakom. És akkor az elfes első benyomásos videómban találkozhattatok ezzel a pórus minimalizáló elfes primerrel. Akkor használtam egyedül, és nagyon-nagyon nem voltam vele megelégedve. És azt mondanám, hogy ha nektek is zsíros arcbőrötök van, akkor mindenképpen mattító primert keresetek, és ne pórus minimalizálót, még annak ellenére is, hogy nekem is nagyon-nagyon nagyok a pórusaim, a mattítás a legfontosabb, úgyhogy ez sajnos nem az én bőr típusomnak megfelelő, hogy ez megy az eladós csoportba, ahogy ez az Ordinary Silicone Primer is, aminek a dobozát megtartottam, és így a dobozával együtt fogom az új gazdájának elküldeni. Ezt is egyetlen egyszer használtam, csak az Ordinary tesztes videóba, ahol bebizonyosodott, hogy ez sem egy olyan primer, amit a zsíros arcbőr tolerálna, úgyhogy ugyancsak zsíros arcbőrűek, ne vásároljátok meg. Mindenki másnak szerintem ez egy nagyon szuper primer, de én csak sajnos a zsíros arcbőrűek nevében tudok beszélni, úgyhogy ő is megy az eladós csoportba. És akkor most térjünk rá az alapozókra, amiből egészen sok összegyűlt számomra. Most elsőként itt ez a Becca alapozó, amit láthattatok már Cult Beauty Haul-os videómba, illetve hát teszteltem is, és az igazság az, hogy ennek a színe a számomra sajnos túlságosan sárgás, és még a világosságával nincs is gond, mert kellőképpen világos, de hogy ez egy sárga tónusú alapozó, és bár nagyon sárgás nekem is a bőröm, és sokszor a kamerán amúgy rózsaszínnek tűnök, de alapvetően sárgás bőröm van, és falfehér. Úgyhogy ez az alapozó nem az én színem viszont nem, egyszerűen nem tudok tőle megválni. Ez az életem első és nagy valószínűséggel utolsó Becca alapozója, ugyanis a márka az megszűnt, illetve hát a Smashbox-szal most kollaborálva vannak még Becca termékek a piacon, viszont az alapozót szerintem már nem fogjuk tudni megtalálni, úgyhogy érzelmi okokból ettől nem vagyok hajlandó megválni, és még annak ellenére is, hogy nem tökéletes az árnya, megpróbálom majd világosabb alapozókkal összekeverni, és úgy használni, hogy jó legyen, de ettől nem vagyok hajlandó megválni, úgyhogy ezt meg fogom tartani. Meg fogom tartani a Manchatnak a Kashing alapozóját is, ami egy koreai sminktermék, és ennek ugye az a lényege, hogy van benne egy ilyen kis sminkszivacska,
és akkor itt van benne maga a termék, és a szivacssal innen kell fölütögetni az alapozót. Ez egy nem túl erős fedésű alapozó, és az, az igazság, hogy egy kézzel nem olyan egyszerű, na de hogy arra akarok kiukadni, hogy úgy, hogy nem túl erős fedésű, így azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 101-es árnyalat az nekem tök jó. Kicsit levilágosabb, de a koreaiaknak alapvetően sárgás és világos tónusú bőrük van, úgyhogy ezt szeretem és használom, és ezt el fogom használni, és lehetséges, hogy újra is fogom majd rendelni. Amúgy külön kitérnék arra, hogy a csomagolásom mennyire gyönyörű nekem. Nekem ez egy nagyon szeretett és használt termékem. Itt van ugye a két Ordinary alapozóm, aminek mixelésével sikerült a tökéletes alapozó szint életembe először kikevernem, úgyhogy ők biztos vagyok benne, hogy maradni fognak, és ha egyszer elhasználom majd őket, biztos vagyok benne, hogy újra fogom őket vásárolni. Ez egyébként az Ordinary-nak a teljes fedésű alapozója, amit ha az ember smink szivacssal visz fel, akkor kevésbé mondanám teljes fedésűnek, egy teljesen hétköznapi viselet. Én a hétköznapok folyamán nem szeretem a túl erős alapozót, maximum így videókba. Amúgy ez a Becca alapozó marha erős, de videókba ezt majd el fogom használni keverve, hogy ez a tökéletes hétköznapi alapozó, hogyha az ember smink szivacssal viszi fel, úgyhogy őt biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen ajánlom nektek, és hogyha ti is a szín problémákkal küzdtök, Magyarországon nem találtok magatoknak megfelelő színű alapozót, vagy azért, mert itthon a kínálat túl világos, vagy mert túl sötét, esetemben ugye túl sötét, akkor érdemesebb Amerikában körülnézni, vagy az Ordinary-nél, vagy a Colourpop-nál, ami ugye itt a következő szekció. A Colourpop-tól két fajta alapozón van, és két-két különböző színű. Elsőként van ez a hialuronsavas alapozó, ami a Pretty Fresh névre hallgat, és annak ellenére, hogy ez egy ilyen hidratálósabb formula, hál' Istennek az én zsíros arcbőrömön is egészen jól működik, és elsőre sikerült egy ilyen brutálisan falfehér verziót választanom, a fér 05W hát szám alatt, és ez annyira világos, hogy még számomra is világos, és ez életem első olyan alapozója, amire azt kell, hogy mondjam, hogy ez brutálisan világos. Úgyhogy kicsit megnyugodtam, hogy nálam is léteznek világosabb bőrű emberek, mert én mindig abba voltam, hogy ennél már csak sötétebb létezik, de hogy ez a Pretty Fresh és egészen jó, viszont számomra ez a Colourpop-os No Filter Foundation, ami matt hatású, ez az Ordinary alapozó mellett, ami nagyon-nagyon bevált, és ezt meleg szívvel javaslom a zsíros arcbőrű sorstársaimnak. És itt is nagyon-nagyon jó a színválaszték, a legvilágosabbtól a legsötétebbig bármilyet tudtok rendelni. Éppen a fér 15-ös van a kezembe, amit a Colourpop-os tesztelős videóban használtam, és ez egészen jónak tűnt az arcomon. Viszont télen, hogyha fakulni fogok, akkor nagy valószínűséggel vagy a fér 05-öset fogom tudni használni, vagy a kettő keveréke lesz az én árnyalatom, úgyhogy ez biztos, hogy maradni fog. Ahogy ezek a Pretty Fresh-ek is, ugye itt egy nagyon világos és egy kevésbé világos árnyalat, hogy tudjam őket keverni, és legyen mindig megfelelő színű alapozóm. És akkor most rátérnék azokra, amiket nem fogok megtartani. Elsőként van itt egy Catrice HD Liquid Coverage 24 órás Foundation, ami egy pipettás verziójú alapozó, és nagyon-nagyon sokaknak nagyon nagy kedvence. És azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként ez tényleg nagyon jó alapozó, nagyon szépen elterül a bőrön, és hál' Istennek nem túl maszkos az eredmény, amit a bőrünk összképén hoz. Ez a 005-ös Ivory Beige árnyalat, ami számomra sajnos túl sötét. Úgyhogy én ettől meg fogok válni, családon belül fog új gazdára találni. És akkor az elfes alapozó, amit a poros minimalizáló primerre együtt láthattatok az első benyomásos videóban. Ezzel a problémám, még a színe annyira nem is nagyon rossz. Ez a Light Ivory, és
sötét, mert hát sötét számomra. Ugye az én nagyon-nagyon világos bőrömön ez sötét, de hogy a színe még annyira nem is lenne gáz, amiért ettől meg fogok válni, az az, hogy brutális mód, hát púder illata van, illetve hát nagyon-nagyon ilyen parfümös. És alapvetően nekem a bőröm annyira nem érzékeny az ilyen parfümösebb termékekre, viszont ez még számomra is nagyon durván parfüm illatú, úgyhogy sajnos én ezt nem bírom elviselni magamon, mert hogy felkenem az arcomra így, folyamatosan egész nap érzem, hogy ez az illat így az orromba beleivódik, és nem tudok semmi másra koncentrálni, csak ennek az illatára. És még egy utolsó alapozó van, ami ugyancsak eladásra fog kerülni. Ezt a legelső YouTube videómban láthattátok, ahol Physicians Formula Butter kollekciós termékeket teszteltem, és ez egy alapozó és korrektor egybe, aminek ugyancsak sötét az árnyalata, pedig ez a fér a legvilágosabb, amit ebből kapni lehetett. Mondjuk hozzátenném, hogy sajnos ezeknek az alapozóknak nem volt valami nagy színskálája, úgyhogy nem tudtam túl sok árnyalatból válogatni. Ennek is van illata, de ez már egyáltalán nem olyan erős, elviselhetetlen. És akkor az alapozókon végig is mentünk. Kicsit itt megpróbálok valami rendet teremteni. Növekvő sorrendbe fogom őket rakni, úgyhogy amiből kettő van, az egymás mellé kerüljön. Így. Most szerintem jó lesz. És akkor rátérhetünk a korrektorokra, de előtte megmutatom, hogy itt tartom a smink szivacskámat, amit még nem sikerült kimosnom, de nem sokára az ecseteimet is tisztítom, úgyhogy akkor a smink szivacs is kimosásra kerül. Ezt egyébként a DM-ben vásároltam, kb. 1000 forint körül volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem tök jól viselkedik, bár még nem jutott el hozzám egy eredeti beauty blender, úgyhogy nincs túl sok összehasonlítási alapom, de majd ha egyszer lesz egy beauty blenderem, akkor össze fogom hasonlítani, hogy ahhoz képest hogy működik, de egyelőre nagyon meg vagyok vele elégedve. És akkor van két ilyen púder pamacskám, amit puderezésre szoktam használni, illetve néha alapozó felütögetésére is. Ezek a Miniso japán boltból vannak, Budapesten vásároltam, és egyébként teljesen meg vagyok velük elégedve. Na és akkor rá is kérhetünk a korrektoros szekcióra. Elsőként itt az Elfes 16 órás kamuflázs matt finishű korrektor, aminek hatalmas nagy applikátora van. És a színe az sötét számomra, viszont ettől azért nem fogok megválni, mert ezzel a Pretty Fresh eszméletlenül fehér, még számomra is túlságosan fehér korrektorra együtt tökéletes állagú és színűt tudok kikeverni magamnak, úgyhogy ezeket mindenképpen meg fogom tartani. A Catrice-es Liquid Coverage korrektort, mint az alapozót, ugyancsak túlságosan sötét árnyalatban 005-ösben vásároltam, és ha jól tudom, ebből amúgy van világosabb, illetve az alapozóból is van világosabb, úgyhogy majd egyszer, hogyha eljutok odáig, hogy a két részről egy teljes arcos, első benyomásos sminket készítsek, mármint amiben csak két rész termékeket használok, akkor majd ezeket újra fogom vásárolni, csak világosabb árnyalatban. Minden esetre ez a 005-ös az alapozóval együtt családon belül elajándékozásra fog kerülni. És akkor itt van ez az Essence Camouflage Healthy Glow korrektor, aminek van matte verziója is, és azért vásároltam meg ezt a fajtát, mert sokan esküdtek arra, hogy ez tök jó, hogy nem mattítja le ott a szem alatti bőrt, és hogy a ráncokban nem ül bele annyira. Nos, nekem az összes létező korrektort, amit valaha próbáltam, az sajnos beül a szemem alatti ráncokba, ahogy ez is, és a színe sem tökéletes, illetve hát ez számomra nem igazán vált be, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt a barátnőmnek fogom adni, hogy ő is ki tudja próbálni, és már csak két korrektor van, és mind a kettőt meg fogom tartani. A Colourpop No Filter Matte korrektor, fér 04-es árnyalatba, gyakorlatilag számomra ez lenne a tökéletes korrektor árnyalat, és annak ellenére, hogy egyébként ez egy neutrális szín, kicsit rózsaszínes beütése van, de hogy felviszem az arcomra,
Szerintem ez a tökéletes korrektor árnyalat számomra, úgyhogy ez biztos, hogy megmarad. Ahogy ez is, az Ordinary-nak a High Coverage korrektora, aminek az az egy problémája van, hogy én úgy vettem észre, hogy kicsit jobban beleül a ráncomba, mint a többi korrektor. Ennek ellenére el fogom használni, és egyébként ez az 1.0-as neutrális, a legvilágosabb verzió belőle, és ez is tökéletes szín számomra, úgyhogy mindenképpen meg fogom tartani. Úgyhogy két korrektort sikerült kiszelektálnom, és négy maradt meg, de ezek ugye azok az árnyalatok, illetve hát ennek a mixe, amik tökéletesek az én bőröm számára. És akkor itt vannak a fixáló sprék, itt pedig a púderek, és elsőként úgy döntöttem, hogy a púdereken fogunk végigmenni. Nos, az Elfes HD púdert, azt nekem sikerült teljesen elhasználnom. Egyébként ez a kiszórós, transzparens, áttetsző púder verziója volt. És hogy szerettem-e használni? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Azért használtam el, mert úgy voltam vele, hogy ha már megvettem, és egy nem olyan borzasztó púderről van szó, akkor el fogom mindenképpen használni. Nagyon örülök neki, hogy végre elhasználtam, és a többi termék következhet, de biztos vagyok benne, hogy soha nem fogom újra vásárolni, és szerintem ti se vegyétek meg, mert árérték arányban nem tud annyit, amennyibe kerül, és ez nem egy kifejezetten jó púder, úgyhogy ennek amúgy a tetejét azt meg fogom tartani, és szerintem egy kézzel esélytelen, hogy én ezt lecsavarjam róla. Na mindegy, ennek a tetejét meg fogom tartani, méghozzá azért, mert van nekem egy ilyen Innisfree mentosos, különkiadásos púderem, ami egyébként ugyancsak egy korai kozmetikum, és marha jó ez a púder, és mentos illata van, de hogy ezzel az a problémám, szóval egy kis segítséggel kinyitottam, és hogy ezzel az a problémám, hogy ennek a kupakja az ilyen nagyon hülyén van megoldva, és egyszerűen képtelenség kiszorni a benne található terméket abba a kupakba. Ezért fogom megtartani az Elfes kiürült púdernek a kupakját, hogy el tudjam ezt is használni végre. Amúgy ez egy jó púder, az Innisfree-nek a originál púderét, ami ugye nem illatosított, azt nem próbáltam még, de hogyha olyan jó, mint ez a mentolos, akkor biztos vagyok benne, azt is imádnám. Kicsit szomorú vagyok, hogy ez egy limitált kiadás, úgyhogy nem tudom nektek ajánlani, de hogy ez egy mentol illatú púder, ugye, és azért is vásároltam meg a No Yes Styler, hogy ez egy ilyen különleges dolog, és hogy én szeretem a mentolt, és hogy a mentoszt is imádtam gyerekkoromban, de ezt így nem nagyon tudom nektek javasolni. Esetleg, hogyha az Innisfree-nek az originál púderét meg szeretnétek vásárolni, akkor én azt mondanám, hogy ezt nyugodtan tegyétek meg, mert egy tök jó, apróra őrült, nagyon finom és puha púderről van szó. Úgyhogy ezt mindenképpen meg fogom tartani, és el fogom használni. Nos, az összes púder közül talán az kedvencem, ami jelenleg nálam van, ez a Morphe-nak a púdere, amit nagyon nem forgatok, mert kiszóródik belőle a termék, de hogy ez egy transzparens púder, és annak ellenére, hogy transzparens, kicsit van neki színe, de amikor felviszem az arcomra, akkor ez egyáltalán nem oszt vagy szoroz a összképen. Na, most már megfordítottam, most már mindegy. És ez egy setting púder, és azt kell róla mondanom, hogy ez marha jó, és nagyon szeretem, és tök szép finise lesz az arcomnak tőle, hogyha ezt a púdert használom, úgyhogy ha gondolkoztatok valaha Morphe púderem, vagy szeretnétek egy jó árértékarányú fixáló púdert, akkor én ezt a Morphe is tudom ajánlani. Szóval az az egy problémám van, hogy mostanában sajnos a Covid miatt nem igazán lehet a Morphe-nak az európai oldaláról rendelni, úgyhogy kicsit macerásabb a beszerzése, viszont Cult Beauty-n vannak Morphe termékek, úgyhogy onnan esetleg tudtok rendelni, hogyha gondoljátok. Ugye van itt még egy Colourpop-os no filteres púderem, amit még olyan nagyon sokszor nem használtam, hogy konkrét véleményt alkossak róla, de amikor használtam, akkor meg voltam vele elégedve. Ez egy ugyancsak transzparens púder, és mondjuk ez az összes púderemre elmondható, kivéve a Bekásra,
de hogy én alapvetően a transzparens púdereket használom, még akkor is, ha nem viszek fel alapozót az arcomra, mert valahogy nem szeretem a színezett púdereket, úgyhogy erről csak annyit tudok mondani, hogy amikor használtam, meg voltam vele elégedve, de olyan sokszor még nem nyúltam hozzá, hogy egy összefogó véleményt tudjak adni. De talán majd a következő ilyen smink szelektálós videó alkalmával, amit tavasszal tervezek elkészíteni, és innentől kezdve készülhettek arra, hogy a csatornámon minden évben 2 ilyen smink kollekciós szelektálós videó lesz, egy ősszel és egy tavasszal, mert egyszerűen számomra is ez a legesleg kedveltebb videófajta, más YouTube-osoknál is ezt szeretem a legjobban nézni, úgyhogy úgy gondolom, hogy megérdemlitek azt, hogy egy évben kétszer láthassátok az én kis kollekciómat, és együtt szelektálhassunk, és együtt nézelődhessünk, úgyhogy erre készülhettek majd. Nos, itt oldalt a Rival Lab-nek a Marshmallow HD púdere van, és én ezt imádom. Ez egy eszméletlenül szuper púder, egyáltalán nem drága, és egyszerűen imádom az illatát. Ahogy rá is van írva, ennek marshmallow, vagyis ilyen májva cukor illata van, és párom is, amikor ezzel van bepúderezve az arcom, akkor nagyon-nagyon szereti szagolgatni. Már mondta többször is, hogy úgy lenyalogatná rólam, mert tényleg eszméletlen jó cukorkás illata van neki. Úgyhogy, ja, amúgy ennek ellenére nagyon szépen mutat az arcon, szóval ez tényleg ilyen HD dolog, tök szépen mattítja a bőrt, és olyan nagyon szép összképet ad a bőrnek, úgyhogy ezt ajánlom nektek, és hogyha mentek a Rozmanba, akkor ezt mindenképpen szagoljátok meg, mert eszméletlen jó illata van neki. Az Essence-nek a mattító fixáló púderét is nagyon-nagyon szeretem, és egyszerűen nem tudom kinyitni, úgyhogy ezt most így fogom megmutatni, de láthatjátok, hogy már elég sokat elhasználtam belőle, és erről is csak jót tudok mondani, árértékarány majd nagyon-nagyon szuper púder, és hogyha elfogy, akkor nagy valószínűséggel újra fogom vásárolni, még ha nem is ezt a kőpúder verziót, hanem a kiszórósa, mert én azokat sokkal jobban szeretem, de hogy újra fogom mindenképpen vásárolni, mert egy tök szuper termékről van szó. És akkor a bekás púderemet, aminek ilyen tükör eleje van, és most láthatok benne engem, ahogy kamerázok, ezt a Cult Beauty Hall-ba, illetve az első benyomásos videóba is láthattátok, és bevallom őszintén, hogy nem a kedvenc púderem, sőt, nem igazán szeretem, de nem vagyok hajlandó tőle megválni, mert ez is egy olyan szentimentális értékeket hordozó dolog, mint a Becca alapozó, hogy biztos vagyok benne, hogy el fogom használni, még mindezek ellenére is. Úgyhogy ezt nagyon ajánlani nem tudom, mondani nem tudom, hogy ne vegyétek meg, mert már úgyse tudjátok, úgyhogy lépjünk is tovább. Jó, jó lesz. Az utolsó púder, amit mutatni fogok, az az Urban Decay-nek az All Nighter púdere, aminek egyszerűen imádom a csomagolását, ilyen apró kis vízcseppszerű domborulatok vannak rajta, tök szuperul néz ki. Egyébként erre az van ráírva, hogy vízálló, és hogy elvileg transzparens. Sajnos ez számomra egyáltalán nem transzparens, ennek kifejezetten van egy színe, és az én nagyon durván hófehér bőrömön, ez sajnos látszik, hogyha felviszem, úgyhogy ezt a púdert én arra szoktam használni, ha a szemsminkemet elkészítem, akkor a szemöldököm alatti részre ezt szoktam felvinni, és nem vagyok hajlandó megválni ettől a púdertől, egyrészt mert imádom a csomagolását, másrészt meg hát szép emlékek kötnek hozzá, úgyhogy ezt meg fogom tartani, és hát erre fogom elhasználni, hogy a szemsminkemet tudjam vele satírozni. És hát nem vagyok valami szerencsés így egy kézzel, itt bénáskodok nektek. Jó, szóval ezek maradnak, és az elfes pudert is most egyelőre visszarakom, aztán majd le fogom szedni a kupakját, és az alját ki fogom dobni, és a kupakjába pedig ezt fogom majd kiönteni, hogy el tudjam használni. És akkor most rá is térhetünk a fixáló sprayre, a fiókunk utolsó részére. És nagyon sok mindent nem fogok nektek tudni szelektálni, egyetlen dologtól szeretnék megválni, a Colourpop Pretty Fresh-es
fixálójától. Amit ha láttátok a Colourpopos első benyomásos videómat, akkor ez egy ilyen hatalmas nagy fail volt, hogy a rajta található szórófej nem működött rendesen. Azóta vásároltam egy másik szórófejet hozzá, és kipróbáltam, hogy hogyan működik a benne található termék, amivel nem voltam megelégedve. Beigazolódtak a félelmeim, ez egy hidratáló, hialuronsavas cucc, és a zsíros arcbőröm nagyon durván kizsírosodott és kifényesedett tőle gyorsan, úgyhogy ennek új gazdit fogok keresni. A többit viszont meg fogom tartani. A kedvenc fixáló sprém az az Urban Decay-től az All Nighter, ami egy vízálló, fixáló, nagyon tartós termék, és ez tényleg olyan jó, mint amennyire azt mondják, és amekkora hype van körülötte, úgyhogy ezt érdemes megvenni. Tény és való, hogy nem egy olcsó kategóriás termék, de viszont nagyon jó befektetés szerintem, és egészen sokáig lehet használni, mert nagy kiszerelése van. A másik kedvencem az a Morphe-nak a fixáló spréje. Egyetlen problémám van vele, méghozzá a kiszerelése. És nagyon-nagyon szépen fúj a szórófeje, viszont ez egy ilyen dezodorszerű fém, hát nem is tudom, hogy hívják ezt a kiszerelés, de hogy ezzel a környezetkárosítási problémáim vannak, és próbálok odafigyelni a környezetvédelemre, amennyire csak tudok, és ezt tudom nagyon jól, hogy ennek a hajtógáza az nagyon durván roncsolja a környezetet, úgyhogy emiatt kicsit fáj a szívem, viszont nagyon jó a termék, ami benne van, úgyhogy bár magammal dacolva, de hogyha ez el fog fogyni, akkor mindenképpen újra fogom vásárolni, mert tényleg egy nagyon jó fixáló sprayről beszélünk. A Beauty BS az egyébként ugyancsak jó, árérték arányban tök jó, mattító, és hát akkora durranás nem okozott számomra, mert nagyok az elvárásaim a Morphe és az Urban Decay All Nighter után, de el fogom használni és meg fogom tartani, úgy, ahogy az Elfes fixáló sprét is el fogom használni. Egyébként már ebben nagyon kevés van, mert alapvetően elég kicsi kiszerelés, úgyhogy nem sokára el is fog majd fogyni. És akkor ezzel a fiókkal végeztünk, és úgy döntöttem, hogy a mai videóban a másik fiók, amit meg fogok nektek mutatni, az a rúzsos fiókom lesz, mivel itt nagyon-nagyon sok mindent nem fogunk kiszelektálni, és mivel az előző fiók bemutatása eléggé hosszúra sikeredett, úgyhogy ez lesz még, amit meg fogok nektek mutatni. Ezek a tárolók, amikbe én tartom őket, ezek a Youth-ből vannak, és eredetileg fogkefe tartók, de hogy számomra ezek a tökéletes rúzstartók. Viszont az az egy problémám van, hogy a fiókba sajnos elcsúszkálnak, úgyhogy ezzel még dolgoznom kell, hogy meg tudjam oldani. És mivel az összesben nincs termék jelenleg még, ezért annyira nagyon sok rúzsom nincs. Na most erre a mennyiségre is van, aki azt mondaná, hogy ez borzasztóan sok, de hogy én alapvetően nem vagyok az a nagyon durván mindennap rúzsozós típus, mivel én elég erős szemsminkeket szoktam készíteni, hogyha láttátok korábbi videóimat, akkor ezt biztos vagyok benne, hogy most bólogattok, hogy igen, én nagyon durván erős szemsminkeket készítek, és azokhoz nagyon sokszor csak ajakbalzsamot szoktam használni. Úgyhogy most szerintem kezdjünk is az ajakbalzsamokkal, mert a leggyakrabban használt kategória ebbe a fiókba. Az örök kedvencem, amit mindig újra veszek, és nagyon-nagyon-nagyon szeretek, az a cseresznyés Carmex. Méghozzá ez a kinyomós, tubusos verzió. Hát én ezért élek, halok, nagyon szeretem. Az ajkam is nagyon szereti, úgyhogy ha egy nagyon jó ajakbalzsamot szeretnétek, akkor Carmex-et vásároljatok. Nekem ugye a cseresznyés a kedvencem. Van itt még egyébként egy ananászos verzió is, viszont ezt nem használom olyan nagyon gyakran, de attól függetlenül meg fogom tartani, mert ezt is szeretem, de ugye cseresznyés a kedvencem. Van egy ilyen eszenszes, shimmer globos ajakbalzsamom, ami ilyen színezett ajakbalzsam, illetve hát megszínezi az ajkamat, hogy a felkenem. És szerintem ezt már nem lehet kapni, de ilyen tök klassz kis glitteres dolog, és amúgy szeretem használni, és sokat is használom, mert eléggé fogyatkozik a benne található termék. Ezt csak így megmutatom, mert szerintem ezt már nem lehet kapni, úgyhogy nem szeretném a szíveteket fájdítani.
Viszont amit lehet kapni, és amit nagyon-nagyon ajánlok számotokra, azok az eszenszes ajakbalzsamok. Nekem három ízbe, hát ízbe, illatba van meg. Megvan a málnás, az epres és a cseresznyés, és a málnásat használom a leggyakrabban, mert ez egy ilyen kis szolid rózsaszínes árnyalat, és egyébként imádom az illatát. Az epresnek az illatát annyira nem szeretem, de szoktam használni, úgyhogy tudja, hogy megtartom. És akkor még a cseresznyésnek nagyon szeretem az illatát, és ezt is egészen gyakran használom. És tudom, hogy most már megjelent bőle több íz, vagy árnyalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, úgyhogy szerintem még ebből fogok beszerezni, mert ezeket tényleg nagyon szeretem. És akkor most kezdjük el az elejétől. És vannak nekem lime crime-os, hát diamond crushes, crushes, szóval ilyen diamondos szájfényjellegű topperes cuccaim, amiket nagyon szeretek. És többfajta árnyalatban megvan nekem. És bevallom őszintén, hogy nem tudom, hogy ilyeneket lehet-e még kapni, vagy sem. Kb. Egy évvel ezelőtt vásároltam őket, és még teljesen jó a szavatosságuk, úgyhogy biztos, hogy nem fogok tőlük megválni. Szóval, hogy ezek amúgy ilyen különböző színben és csillámokban irizáló szájfény jellegű dolgok, viszont az a különbség köztük és a szájfények között, hogy ezek nem ragadnak. Ezek gyakorlatilag matra megszáradnak, viszont a mattító rúzsokkal ellentétben ezeket nagyon könnyen le lehet mosni az ember szájáról. Szimplán vízzel lejönnek, úgyhogy ezeket annyira nem szeretem, hogyha felkenem a számra, és egy egyszerű vízivástól lejönnek, úgyhogy igen, ez egy ilyen negatívum, de amúgy nagyon-nagyon szépek, és szeretem őket. Tudom, hogy a Lime Crime-nál már nem lehet metal rúzsokat kapni, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon nem fogom nektek mutogatni, hogy fájdítsam a szíveteket, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Lime Crime-nak alapvetően imádom a rúzsait, de nekem a metal rúzsaik voltak a kedvenceim, és van belőlük egy jó pár árnyalat. És hogyha ezek majd egyszer tönkre mennek, akkor nem tudom, hogy mivel fogom őket helyettesíteni, mert hogy ezek csodálatosak, és nagyon-nagyon szeretem őket, de nem akarom a szíveteket fájdítani, úgyhogy erről többet nem beszélek. Viszont, amit még lehet kapni a Lime Crime-tól, azok a matt rúzsaik, és azok is marha jók. Bár én személy szerint sokkal jobban szeretem a metálos rúzsaikat, de hogy a mattak is nagyon-nagyon jók, és ebből is több árnyalat megvan nekem, nudak, pirosak, bordók, barnásak, illetve van tőlük egy feketém, és egy ilyen türkiszkékem is, aminek imádom az árnyalatát, és bár elég bevállalós vagyok, azért az utcára ilyen színnel nem megyek, úgyhogy ezt ritkán használom csak. De hogy ezeket amúgy nagyon szeretem, és előszeretettel nyúlok hozzájuk, leginkább ezekhez a nódosabb árnyalatokhoz. És a kedvencem innen ez a Sasha névre hallgató. Hát számomra ez a tökéletes nude árnyalat, ilyen rózsaszínes, barnás nude szín. De hogy ezeket a matt lime krémi rúzsokat mindenképpen ki fogom szvacsolni, és ezt az Instagram oldalamra föl fogom tölteni, hogy láthassátok, hogy nekem milyen árnyalataim vannak, és ha esetleg valamelyik megtetszik, akkor ezt meleg szívvel tudom ajánlani, hogy rendeljetek, mert tényleg nagyon-nagyon jó minőségűek. Akkor vannak nekem itt szájcerkáim, és kétfajta márkától még hozzá. Egyrészt vannak eszenszes szájceruzáim, ezek a kitekerős fajták, és vannak NYX-es szájceruzáim, többféle színbe. Az az igazság, hogy szájceruzát olyan nagyon-nagyon gyakran nem használok. Általában, hogyha valami erősebb színre festem ki az ajkaimat, akkor körvonalazok, hogy sokkal szebb legyen a végeredmény. De a szájceruza is egy olyan dolog, ami olyan nagyon gyorsan nem romlik meg, úgyhogy nem bánom, hogy nekem ezek itt vannak, és sokszor van olyan, hogy például ezeket a nude árnyalatokat egyszerűen csak magába felkenem a számra, és ilyen rúzsként használom őket. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon jók. Mind az eszenszes, mind a NYX-es bevált számomra. Úgyhogy ha találtok megfelelő árnyalatot az eszensznél, akkor szerintem felesleges NYX-eset vásárolni, mert ugye az eszensz az kedvező áramban a boltokban. És akkor most rá is térhetnénk a Colourpop-os matt rúzsaimra, amik
Ettől én nem vagyok elájulva. Őszintén megvallom, ez az egyik legrosszabb matt formulájú rúzs, amit valaha életemben használtam. Azért az egyet nem akarok megválni tőlük, mert vannak olyan árnyalataim tőlük, mint például ez a Mama nevezetű, amilyen tök jó kis narancssárga, és ilyen színem más márkától nincs, úgyhogy ezeket, amíg nem romlanak meg, én meg fogom tartani. És egy van, ez a Fleuris, talán így kell kimondani, nevű, amit sokszor használok, és pont azért, mert ennek ilyen tök jó kis rózsaszínes nút árnyalata van, hasonlít a Sashára. Most pont nem a Sasha, amire mutatok. Szóval hasonlít a Sashára. Annyi különbsége, hogy ez inkább rózsaszínesebb, a Sasha meg inkább egy picit barnásabb, de hogy ez az árnyalat, amit szeretek, és annak ellenére, hogy a matt formula kiszívja az életet az ajkaimból, úgy szoktam használni, hogy felkelem ezt, és akkor kenek rá egy kis Carmex-et, úgymond szájfény jelleggel, és akkor bár nem lesz olyan tartós, de nagyon szép színe van, úgyhogy ezt azért szoktam előszeretettel használni. A többi is néha előkerül, de hogyha hallgattok rám, akkor nem igazán fogtok a Colourpop-tól ilyen matra száradó folyékony rúst rendelni, mert tényleg nem igazán éri meg az árát. Én mondjuk egy leárazás alkalmával vásároltam meg ezeket, ha jól tudom, ilyen 30% kedvezménnyel, úgyhogy annyira nagyon nem fájt a szívem, hogy pénzt adtam ki rájuk, mert olcsóbban tudtam megvásárolni, de hogy nem vagyok velük megelégedve. Aztán itt vannak a szájfényeim, méghozzá a mekes szájfényeim, amiből 4 árnyalat van meg nekem, és mind a 4 különlegesebb. Az első, ami megvolt nekem a mekes szájfényektől, ez a kékes, irizáló, csillámos verzió, aminek az a neve, hogy Lunar Modul, és különleges kékes sminkekhez szoktam viselni, sokszor még úgy is, hogy a rúzsra felkenem, ilyen topper jelleggel. Aztán, ha hiszitek, hanem a leggyakrabban használt e közül a 4 közül, ez a narancssárga, ugyanis vannak olyan szemhéjpúdereim, amikhez nagyon durván passzol és tök jól néz ki, úgyhogy ezt a Twink nevezetű, ezt elég gyakran szoktam használni. És akkor még van 2, van ez a rózsaszínes, amiben ilyen liláskék csillámok vannak. Ez a Rave Bunny. Igen, Rave Bunny. Ez is nagyon szép, és akkor van egy ilyen nagyon különleges, lilás, szürkés, ezüstös. Hát ebben van mindenféle szín, azt mondanám. És ennek pedig az a neve, hogy Broken Hello. Ez is nagyon gyönyörű, úgyhogy egyébként ezeknek is még teljesen jó a szavatossága, mármint hogy nem büdösek, nem változott meg a állaguk, úgyhogy őket is mindenképpen meg fogom tartani. És akkor most következenek a mekes rúzsaim, amikből amúgy nekem olyan nagyon-nagyon sok nincs, mármint többet szeretnék majd tőlük vásárolni. Ezek is elég különleges árnyalatok. És a legelső mekes rúzsom, ami egyben a legeslegelső mekes termékem is volt, ez a Soft Mint névre keresztelt, kicsit sem hétköznapi árnyalat, ami egy ilyen mentolos türkiz szín, és a legeslegelső mek boltos látogatásom alkalmával vásároltam még kb. 4 évvel ezelőtt, és egyszerűen beleszerettem ebbe az árnyalatba. Felkenve egyébként egyáltalán nem ilyen durva a színe, inkább mondanám ilyen topperes, mentolos, csillámosnak, de hogy ez egy nagyon-nagyon szép árnyalat. És az a durva, hogy annak ellenére, hogy már 4 éves, semmi baja nincs, szóval, hogy nem változott meg az állaga, egyáltalán nem lett büdös, ugyanúgy lehet használni. Az persze, hogy ki használ még rajtam kívül 4 éves rúst, vagy öregebbet, az mindenkinek a saját döntése, de hogy én ennek ellenére, hogy már régebben ugyanúgy használom, mert tényleg semmi baja nincs, nem romlott meg semmi. Aztán mutatom, hogy a többi milyen árnyalat. Van egy Icon nevezetű, amit elég gyakran használok, főleg az őszi sminkjeimhez. Ez egy ilyen gyönyörű, barnás, hát kicsit ilyen bronzos árnyalat, és kifejezetten ezekhez a bordós, barnásabb sminkekhez szeretem használni, és ősszel elég gyakran
elő szokott kerülni nálam. Time to Shine, ami egy ugyancsak elég furcsa és bizarr árnyalat, méghozzá egy ilyen fehéres ezüst, ami megint csak, mint hogy a mentol is, inkább egy topperes szín, és hogyha felviszem az ajkaimra, akkor egyáltalán nem lesznek tőle fehérek, úgyhogy ettől nem kell megijedni, de viszont tök szép ilyen kis ezüstös irizáló fénye lesz nekik, amit nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy őt is meg fogom tartani. És igazából innen minden mekes rúst meg fogok tartani, csak gondoltam, megmutogatom nektek, hogy milyen árnyalataim vannak. Talán a legnormálisabb árnyalat, ez az a Febbi nevezetű, ami egy ilyen rózsaszínes, arancsillámos, irizáló szín, és amúgy ezt nagyon-nagyon szeretem. Sima, egyszerű nude, rózsaszínes, arancs méghekhez szerintem nagyon jól mutat, úgyhogy ezt is elég gyakran szoktam használni. Talán a leggyakrabban ezek közül az Icont és ezt a Febit szoktam elővenni, de a többi is néha elő szokott kerülni. És akkor, mik vannak még itt? Itt van nekünk a Model Behaor, ami egy ilyen nagyon durva liláskék árnyalat. És hát igen, azért ilyet se használ minden nap az ember, még én sem. De viszont vannak olyan sminkek, amikhez nagyon-nagyon durván jól néz ki. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg fogom tartani őt is. És akkor már csak egy mekes rúzs maradt hátra, ami az Inte Spirit névre hallgató. És ez egy matt rúzsom van ebből a formulából. Ez fekete, és most sokat használtam, mert ez is elég régóta megvan. És használtam már arcfestéshez is, és arra is tök szuper volt. És azt kell mondanom, hogy ez egy tök jó fekete rúzs. Nem mondom, hogy ez a kedvenc fekete rúzsom, mert a kedvencem az a korábban mutatott Lime Crime-os, de viszont ez sem rossz, és mindenképpen el fogom majd használni. Mert azért vannak ilyen Halloween-i sminkek és arcfestések, amikhez nagyon-nagyon jól szokott jönni ez a fekete rúzs. Ezt a fakot akkor már mutattam. Úgyhogy rátérhetünk a Jeffree Star-os színes rúzsaimra, amik ugyancsak nem hétköznapi darabok, mondjuk ezt a pirosat ezt úgy el tudom képzelni hétköznapra is, de hogy ezek ilyen mindenféle színű rúzsok. Ezt egy Jeffree Star-os rúzs szedben vásároltam, és töltöttem fel erről Insta képet még korábban. Ha gondoljátok, akkor ott szavacsokat láthattok róluk. Egyébként Beauty Bay-ről rendeltem, és azt hiszem az a szetnek a neve, hogy Equality, amiben ilyen szivárványos rúzsok vannak benne. Amúgy ennyi Jeffree Star rúzsom van összesen, és ez az összes Jeffree Star termékem is, mert annyira nem bírom a palit, de hogy el kell ismernem, hogy nagyon jó minőségű rúzsokat formuláz meg a márkája, és gondolkoztam már rajta, hogy másmilyen színi rúst is vásároljak tőle, de még nem vitt rá a lélek, úgyhogy ezek így most megvannak nekem, és nagyon-nagyon örülök nekik, és egyébként szemhétusnak is tök jól lehet ezeket a színeket használni, úgyhogy ilyen több funkciósak. És akkor itt vannak a hétköznap használt nude krémes rúzsaim, amiből talán a legrégebbi ez a NYX-es, aminek az a neve, hogy minimalizm, és nekem van egy minimalizm tetoválásom, és a minimalizmus annak ellenére, hogy ennyi sminkem van, elég nagy szerepet játszik az életemben, és ezért is szeretem ezt a rúst, mert ilyen neve van, meg az árnyalata miatt is, mert az is egy ilyen tökéletes barnás rózsaszínes nude rúzs, amit előszeretettel használok a hétköznapok alkalmával. Úgyhogy ettől se fogok semmiképpen megválni. Aztán a másik kedvencem az a Thea nevezetű Beauty Bay-es rúzs, ami bár egyáltalán nem drága, ahogy mondjuk a NYX-es sem, de imádom a színét. Ez inkább egy kicsit barackosabb, nude-abb árnyalat, de hogy ez tök jól néz ki ilyen barackosabb, narancssárgásabb sminkekhez, és előszeretettel nyúlok hozzá ilyen alkalmakkor.
Úgyhogy ezzel egy beauty bélyes rúzsom van, de hogyha az összesnek ilyen a formulája, akkor ajánlom nektek melev szívvel őket, mert árértékarányban nagyon-nagyon jók és nagyon megérik. És akkor még három ilyen high-endebb rúzsom van. Egyrészt van egy Kat Von D-s rúzsom, amit annyira nagyon nem mutogatok nektek, mert ilyet már nem lehet kapni, és én is használtam, vásároltam Crémmánián. Egyébként ez a Lovecraft nevezetű, és nagyon szeretem a színét. És akkor ezeket sem nagyon mutogatom, ez a bekás, aminek petál árnyalata van, és ezt láthattátok a Cult Beauty hólos videómba, mert ez egy nagyon-nagyon szuper rúzs, és ennek van ilyen mágneses csomagolása. Azóta is előszeretettel használom, mert nagyon jó hétköznapi színe van neki. Úgy, ahogy ezt az Urban Decay rúzst is láthattátok ott a Cult Beauty haul videóban, és ennek is imádom a színét, és elméletileg ebbe a csomagolásba már nem lehet kapni, de hogy az Urban Decay kijött valami újfajta rúzsokkal, és biztos vagyok benne, hogy ez a Bechtel árnyalat ez megmaradt náluk, mert hogy ennek is nagyon-nagyon jó színe van, és mint hétköznapi rúzs árnyalat, én nem győzöm elmondani, hogy mennyire szeretem ezeket a barnás rúzsaszín árnyalatokat magamon, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy még egy jó pár márkától fogok beszerezni ilyen színű rúst, mert ezt imádom magamon. Ezeket is tuti biztos, hogy meg fogom tartani. És akkor most értünk el ahhoz a szekcióhoz, amiből már szortírozásra kerül a sor. És elsőként van ez a Physicians Formula Murumur Butteres rúzs, ami legnagyobb valószínűséggel romlottan érkezett hozzám, mert ez nagyon büdös. Olyan szinten büdös, hogy szinte már a hányinger kerülget, amikor fölkentem a számra, úgyhogy ezt olyan nagy lendülettel, ahogy van, ki fogom dobni a kukába. Csak megvártam ezt a videót, hogy kidobhassam, mert szerettem volna ezt nektek elmondani, hogy bár nem vásároltam újra, hogy megnézzem, hogy ez valójában ilyen büdös-e, vagy tényleg megromlott a termék nálam, de ami hozzám érkezett, az sajnos nagyon-nagyon büdös, és nem bírom elviselni magam, úgyhogy ezt ki fogom dobni, és ezt nagyon senkinek nem ajánlom, hogy megvegye, mert simán lehet, hogy más is be fog ezzel a termékkel fürödni, nem csak én. És akkor itt van az Elfes mattító rúzs is, amit ugyancsak az első benyomásos Elfes videóban láthattatok, és ezt sem fogom megtartani, mégpedig azzal az indokkal nem fogom megtartani, hogy nagyon büdös festékszaga van neki. Viszont ez egy marha jó rúzs, úgyhogy nem szeretném kidobni. A családon belül el fogom ajándékozni, és biztos vagyok benne, hogy egy olyan gazdához fog kerülni, aki szeretni fogja és használni is fogja őt. Itt van egy MAC-es Prep & Prime bázisom, ami azért itt van, mert ide nem tudom berakni. A kisebb rúzsok alá vattapamacsot rakok, hogy ne süllyedjenek nagyon mélyre, és ez így kiállna is, nem tudnám becsukni a szekrényt, úgyhogy itt tárolom, de hogy ezt mindenképpen meg fogom tartani. És valamennyit egyébként tényleg tartósabbá teszi a rúzsokat, de én ezekbe a rúzsbázisokba annyira nem hiszek, és már mondtam is, hogy a Colourpop-os Lipsticks rúzsbázis sem vált be nekem annyira, hogy azt mondjam, hogy érdemes lenne megvásárolni, és erre a MAC-esre sem mondanám, hogy szaladjatok érte és vegyétek meg, mert annyira nem ad többet egy rúzshoz, úgyhogy persze nekem megvan, nem fogom kidobni, el fogom használni, de szerintem felesleges megvásárolni. És akkor van itt még egy dolog, ez egy lip tint, és ez is egy koreai termék, egy ilyen vörösbor színű, vörösbor csomagolású kis ajaktinta, aminek nagyon-nagyon jó kis cukorkás illata van, és bár ritkán, de szoktam használni, úgyhogy őt meg fogom tartani. Ezeket is mindenképpen meg fogom tartani, ezeket a lipstickeket a Colourpop-tól, és ezeket azért meleg szívvel ajánlom, annak ellenére, hogy a matraszáradó folyékony rúzsait nem, de viszont ezek a lipstickek szerintem nagyon jó minőségűek, és marha sokféle árnyalatot lehet belőlük kapni. Nekem javarészt inkább ilyen nudosabb árnyalatok vannak, amiket tudok a hétköznapok folyamán is használni, de gondolkoztam már rajta, hogy egy következő rendelésemnél rendelek még többféle színt is tőlük, mert ezek a formulájú termékek nagyon beváltak számomra. És akkor már csak tényleg pár termék maradt hátra.
Egyrészt az Essence-nek az Extreme Shine-os Volume Lip Gloss-a, amit nem fogok megtartani, és méghozzá azért nem fogom megtartani, mert egyrészt semmilyen pumpáló hatást nem éreztem magamon, másrészt meg valahogy ennek az íze és az illata az számomra nagyon visszataszító, úgyhogy ezt szerintem a barátnőmnek fogom adni, mert neki van már másmilyen színben ilyen szájfénye, és ő szereti, úgyhogy ennek biztos vagyok benne, hogy örülni fog. És van még itt nekem egy másik szájfényem, egy átlátszó szájfényem, a Revolution-től. Ez egy ilyen glass lip gloss, amit már nem lehet kapni. És ezt sajnálom, hogy nem lehet kapni, mert egyébként ez egy tök jó kis átlátszó szájfény, és tök jó is mentolos illata van neki. És az a durva, hogy erre nincs ráírva, hogy ilyen ajaknagyobbító, de sokkal-sokkal több ajaknagyobbítást láttam ennél a szájfénynél, mint az Essence-nél, amire ugyebár rá is van még írva, úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Ezt meg fogom tartani. És még egy szájfényem van, ami a NYX-től a Butter Gloss, és ha jól tudom, ez a tiramisú, igen, a tiramisú árnyalat. Egy ilyen tök klassz kis szájfény, pici, utazó méret. Egyébként ezt Turbus Timitől kaptam, ugyanis meséltem az előző videómban, hogy indultam nála egy sminkversenyen a fél papagájos alkotásommal, és ott zsűri kedvence kategóriában nyertem, és az egyik nyereményem ez a Butter Gloss volt, a többit azt pedig nem tartottam meg, mert azokat nem tudtam használni, de hogy ezt megtartottam, és azért sem fogok tőle megszabadulni, bár nem nagyon a kedvencem a termék, mert hogyha ránézek, akkor ez a verseny jut eszembe, és ez egy tök jó érzéssel tölt el, úgyhogy ezt is mindenképpen meg fogom tartani. És az utolsó-utolsó, de tényleg utolsó termék ennek a mai videónak, az az Elfes Ajak Radír, méghozzá Sweet Cherry árnyalatban, és ízben, mert ennek már tényleg van íze. Ez egy nagyon-nagyon szuper ajak radír. Azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon sokat nem használtam belőle, de amikor használtam, én ezt nagyon szerettem, és tök szépen leszette az elhalt bőr darabkákat az ajkaimról. Úgyhogy, ha ajakradírt kerestek, akkor esetleg ezeket az elfes ajakradírokat tudom javasolni. Tudom, hogy Rédecsi Móninak egyszer volt egy olyan videója, ahol nagyon-nagyon lehúzta ezt az elfes ajakradírt, bár neki nem pont ez az árnyalat, vagy íz, vagy nem tudom, hogy mondjam, volt meg. Viszont szerintem ő egy romlott terméket fogott ki, mert én ezt nagyon szeretem, és szerintem tök szuperül leszedi az elhajt bőrsejteket, úgyhogy érdemes szerintem kipróbálni, bár nem tudom, ha bemeritek vállalni azt, hogy lehet, hogy egy régi romlott terméket fogtok ki, akkor próbáljátok ki, de ha nem, akkor nem. Minden esetre nekem ez bevált, és meg fogom tartani, és el fogom használni ezt az ajakradírt. És hát ezzel végére is értünk a mai szelektálós videósorozatunknak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Ha esetleg szimpatikus voltam számotokra, akkor megköszönném, ha feliratkoznátok a csatornámra, illetve annak is nagyon örülnék, hogyha nyomnátok lájkot a videóra. Találkozunk a következő szelektálós részben. Addig is legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!